Sziasztok! Ma folytatom a Rontotávor Dartmouth Makedon végigjátszásomat, és itt maradt abban, hogy hát lassan meg lesz a 80 település, ami tök király, mivel ez szükséges ugyebár. El tudom venni Karaliszt. Ja. Ki is írtjuk, el is foglaljuk. Ó, nem ezt. Leromboljuk Melkart templomját, és építünk egy Zeus templomot. Nem képzünk semmit. Meg tudom ostromolni Syracuse-t és Panormus-t. De nagyon meg kell küzdjünk értük. Rengeteg a kartágói csapat. És még jönni fognak, tuti. Kordobát is ostrom alá vettem, Castullót is, Toletumot is. El tudtam venni Lemonumot. Lassan haladok Numantia ellen is. Erősítést kell küldjek Tarakkónak. Leszerelhetem ezeket itt. Nincs többet szükség rájuk. Mivel már nem hiszem, hogy kapjak támadást oda. A kör végén enyém Trier. El akarom venni Helgót. Campus Rugi ostrom alatt. Vannak nekem még új csapataim? Viszont 2685. Az nem elég ahhoz, hogy átfejlődjön a település. 23.400, 600-800 ezer. Sirály. Átfejlődhet Róma. Miért van itt íjász, és nem egy csapat sorozott? Kéne pár hajó. Ó, ja, Pellában nem lehet. Azt hittem Larisszán vagyok. Szóval... Szkíták nem igazán jönnek. Ami jó dolog. Kell pár Light Lancer, még szarmizeget úzába. Ide az az íjász nem kell. Csak viszi a pénzt, semmi értelme nincs. Oké, azt hiszem jöhet egy körváltás. Ja. És megtámadtak, király. Ennek, hogy őszint legyek, örülök, mert így elverjük őket. Cavalry Macedon Finest. Finest. Le, olyan nehéz, és nem, hogy nehéz kimondani, hogy Macedon Finest, csak olyan fura. Nekem. Ha hadd jöjjenek a kartágóiak. Mondjuk, hogy őszinte legyek, nekem ezek a pungyalogosok nem tetszenek a kartágói, vagyis a Dartmouthban, mivel kurva rövid a lándzsájuk, szóval olyan picsafűsnyi lándzsájuk sincs, vagy van, vagy tök mindegy, de a lényeg az, hogy kurva rövid. És így, ugyebár a falangsznak számítanak, de mivel ilyen kurva rövid a lándzsájuk, egy az, hogy a falangsz ellen nem tudják felvenni a harcot, kettő, a közelharci gyalogosok, kartforgatók, hasztatusz principész, vagy bármilyen kartforgató egység
könnyebben közéjük férkőzik, és mikor megférkőznek közéjük, az kb. Végzetes, mivel nem tudnak harcolni kardforgatók ellen, így azt kell mondjam, hogy a pungyalogság a Dartmouthban kurva szarul van megcsinálva. Szóval lehetne, hát nem mondjam azt, hogy ugyanolyan hosszú lándzsája, mint egy falangszosnak, de mit tudom én. Hát aminél van, amilyen most, kb. Legyen még ennek a fele. Olyan hosszú, vagy nem tudom, de valami nem okés vele. Nekem egyáltalán nem jön be. Mert kurvára könnyű közéjük férkőzni, és hamar legyőzi az ellenség őket akkor. És az úgy nem okés. És ugyanúgy van ez a Medium Spearman, ugyebár a Medium Spearmannek is ugyanolyan a lándzsája. Szóval a pungyalogosnak tehették volna simán hosszú lándzsájára, mint a falangsz. Mert hogyha van a Medium Spearman, ami ugyebár azt jelenti, hogy közepes lándzsás, akkor neki ugyebár ilyen rövid lándzsája van, oké. De akkor a pungyalogos legyen már olyan hosszú lándzsával pont, mint a falangsz, és akkor úgy már érnek valamit. De így ilyen rövid lándzsával abszolút nem érnek semmit, szóval... Lovasság ellen jók, de gyalogságot egyáltalán nem tudják feltartani, mert egyszerűen közéjük férkőznek nagyon könnyedén is, és bedarálják őket egy komolyabb gyalogsági harcban. Naja, de hát ez van. Ugyanúgy van a spártai hoplitákkal is a játékban, ha se tetszik, hogy őszinte legyek. Mert azok is ugyanígy vannak megoldva, ilyen rövid lándzsával, olyan béna az egész egy kicsikét, de hát ennyit már elnézünk. Írjuk ki ezeket itt. Macedonian Cavalry. Maszatosok. Na ja, meg is törtek az előcsatározói. Próbálnak oldalba támadni. A lovasság reagál. Jön a makedón lovas, és megtörik az ibér. Ajaj! Abba azért ne fussatok bele! Vissza! Ahogy mondtam, a pungyalogságnak rövid a lándzsa, de a lovasságot megeszi reggelire. Na ja, erről beszélek. Látjátok, egyszerűen nem tudnak közéjük férkőzni a rövid lándzsával, szóval egyáltalán nincs esélyük arra, hogy megöljék a izéket, az falangszosokat. Charge the enemy! Új, csak úgy eltiporják őket. Oh, szétnyomják a falangszot a lovasok, ajaj, na abból baj lesz. Nézd már, nem, mégse olyan gyávák az Armored Scutárik, mint gondoltam. Támadj! Visszavonulnak? Jól látom? Látom, menekül a hadvezér, ezek szerint visszavonulnak.
Úgy tetszik, mert a bunyalogság bátor. De a falang ellen abszolút semmi esélye nincs. Hát ez ennyi lett volna. Na, hadvezér elfutott már? Ahol van? Valahol itt kell legyen. Ah, most fut el. Győztünk. Káros Szirakuza nem árt ostrom alatt. Ó, Trier az enyém, király. Nem adoptálok. Irány Helgó. Tegyünk Royal Pikast. Oké, okay, Spárta. Spárta a Spárta. Szép gyorsan fejlődnek a településeim, azt tetszik az egészben, hogy jó gyors a fejlődés. Igaz, hogy mindenhol jó gyorsan fejlesztek mindent, mivel van rá pénzünk, szóval pénz nem akadály. Így sokkal könnyebb, ugyebár. Kell még egy Royal Pikás. Oké, okay, nyomjunk egy ostromos Szirakúzára. Meg Panormusra is. 75 település. Trierrel mi a helyzet? Semmi jó. Zeus. Egy lázadó sereg, na ne bazd. Clear victory! Ha, lol. Nem gondoltam volna. Hadvezér miatt lett az. Áááá, tudtam, hogy ott vannak. Jó, és akkor most ez a sereg ostromolja Campus Rugit. Így, és ezzel pedig megyek tovább. Gyerünk oda. Gyerünk előre. Nyomuljunk, mint egy tank. Előre, az kész. Pusztítsuk őket. Mentsük meg Tarakkót. Csapataim.
Szóval... Hát itt vagyok már fenn a messzi éjszakon. Ja igen, veletek előre. Oh, Gall terület! Nagy valószínűséggel Condate Redonum maradt utoljára a galloknak. Jaj, a tuti. Wow. Az de durva. Megtámadjuk Numantiát, Toletum 3 kör múlva az enyém, Emerata védve van, Castulo 4 kör, Cordoba 4 kör, de nagy valószínűséggel Cordobánál meg fognak támadni, és előbb az enyém lesz. És körváltás. Na ja, erről beszéltem. Szinte gondoltam, hogy küld erősítést. Így egy-kettőre el tudom venni Cordobát is. Csak úgy nyomulok a ibér területeken előre, mint egy baszott tank. Jó nagy a lovasságom, te jó ég. Kicsi a gyalogságom, de nagy a lovasság. Royal Pikeman. Egy kicsikét nyomuljunk rájuk. Előre a királypikásokkal, kik meghódítják nekünk Ibériát. Bátor makedónok. Jó, menjen a lovasság, kerüljünk a hátukba, pusztítsuk el őket. Az ijászok nem még lőjenek inkább. Haha, gyáva ibérek. Mondjuk ezeknek a spanyol ibérgyalogságnak jobb a felszerelése, mivel van láncingük van, szóval nem mint a kartágói ibérgyalogságnak, annak nincs. Így az ibéri és a spanyol ibéri gyalogság jobban tud védekezni, jobban bírja az nyilakat, mint a kartágói. De azért egy jó nyilzápor átüti a páncélt meg mindent. Na ja, erről beszélek. Kilőttek egy csomó nyilat, nem volt meg senki. Cavalry, Macedon Finest. Lehet be se jön az erősítése amúgy. Késtek úgy rendesen, azt kész. Erről dumálok.
Hát ez ennyi. Average victory. Hát persze. Azaz! Numantia! És ha visszalépnék, akkor Numantia mellett állok meg, és ha megint megtámad, akkor Numantiát le tudom, úgymond, vagy le tudom verni a Numantiai sereget is. Hát próbáljuk ki. És ha nem képez bele egy csapatot se, akkor a kör végén Numantia az enyém. Macedonian Cavalry. Remélem majd, ha megölöm a városvédő csapatokat, nem fog képezni újakat, és akkor el is tudom foglalni. Macedonian Cavalry. Jézusom, nem tudok beszélni. Van három spanyol generálja. Nem tudok beszélni. Jó, akkor nyírjunk ki egyet. Ezüst gerendás makedón lovasság. Ajaj, inkább vissza. Kapjátok el és nyírjátok ki? Nem fogják tudni elkapni, mert egyforma gyorsaságúak sajnos. Ja. Egyforma gyorsaságúak. Ah, az egyik meghalt mondjuk, de mindegy. Előre a falangszot, támadjanak! Támadjon az a falangsz, gyerünk! Mozgás! Megrendültek. Ó, oh, visszajött! Sirály! Megölni. Azaz, visszament a moráljuk, mivel van támogatás. Ez halott, ugye? Ja. Én az a light lancer is kerítse be az ellenséget. Támadj, támadj, támadj. Támadsz. Ne védekező módban is. Nyomuljatok, nyomuljatok! Nyomjátok le őket. Jön a light lancer. Ó, rendes rohamot fog bevinni. Sirály? Az megtöri az ellenséget. Roham. Öljétek meg mindet! M-
Meghalt még egy tábornok. Na ja, ezeket simán elkapjuk. Az íjászok ne még lőjenek, köszönöm. És megtört az ellenséges sereg. És visszavonult. Ja. De nem baj. Így is megosromlom a várost és vége. Really? Itt a másik. Egy, kettő, három, négy, öt, hat csapat Boo Warrior. Az szép. Az ugye elég komoly. De a Royal Pikás elbánik vele. Meg a Phalanx. The enemy have brought up more reinforcements in a futile attempt to save themselves. Az erősítést is simán lenyomjuk, ha vissza nem fognak addigra vonulni, mint előző csatában. Ja, bár ez a többi csapat, ami itt van, ez nem a városból jött, amit elvertük a csapatot, és pont a városba vonultak vissza. Ja, ez a kapitány és tábornok, akarom mondani. Ő is. Rengeteg a Boo Warrior. Ezek veszélyes fickók. Brutális közelharcosok. Brutál barbár harcos. Bika harcos. Lol. Lőjétek le az előcsatározókat. Kezdjük el bekeríteni az ellenséget. Mehet a lovasság. Ó, bele a Royal Pikásba. Ó, újra töltenek, azaz fognak lőni. Ajaj, az fáj. Ezt azért megérzik. Van ezüst gerendás szariszoforoljon. Az szép. Ne engedjétek, hogy áttörjenek köztetek. Köszönöm. Lőjétek le a paritjásokat is. Kerítsük be őket, kapjanak egy kemény rohamot és végük. Akkor jöhet a roham.
Ó, ezek hogy feladják. Ja. Teljesen feladta mindegyik. Ah, kár ezekért a Boo Warriorokért. Kurva jók. De hát a Makedón nem kegyelmez. Csúnyán lemészároljuk őket. Támadj! Ah. Oh, jaj. Ups, hátba lőnek. Oh, feladták, lol. Belénk rohamoztak, azt feladták. Ó, oh, te jó ég. Hát ja, a hadvezér nélkül azért a Boo Warriorok is könnyen feladják. Ajaj. Próbáljuk kinyírni mindet, ha lehet. Ajajaj. Ó, oh, bazd meg. Éljétek meg! Szép! Ezt a csatát már nem élte túl. És a városi védősereg se élte túl a csatát. Azért ezeket a Boo Warriorokat még kinyírom. 18 Boo Warrior. Szép. És sajnos nem sikerült elvenni Numentiát, és nem sikerül ebben a körben. Ja, képzett egy csapatot. Jó. Ó. Építsük az épületeinket. Fejlődjenek a városaink. Mert a fejlődés nem állhat le soha. Annak mennie kell. Ezt kéne, hanem egy ilyet inkább. Pataviumnak mi baja? Csak a lakos, kevés a katona. Építsünk farm, vagyis bányát, én is farmot. Vízvezetékrendszer, burdigalába utat, az jó, az mindig kell. Oszka szintén. Bordesholm szintén. Trier, Trier egy kicsit lázunk, már nem. Sirály. Ostromoljuk meg a Helgót. Kell 5 település. Már csak 4.
Ki van fejlesztve keményen Syracuse is. Ezt meg kéne legyen egy kör alatt az átképzés. Valahogy így. Oké. Karaliszon lévő csapatom pedig irány Szicília. Lilibaum ellen. Cordobához megint jön egy erősítés. Nem baj, bevesszük Scalabist. És először ostrom alá vesszük. Itt van. Condate Redonum. Oké, hol a hadvezérem? Rakjak tornyokat. Végig építem ezzel a hadvezérrel egész... egész... mi az már? Egész Germániát. Elég király dolog lesz. Oké. Folytassuk az utunkat. Domus Dulcis Domus felé. Jó sok idő kell, de nem gond. Nem sokára beérkezik az IASZ erősítésem. Pont időben amúgy. Következő körben be is ér. Király! De jó lesz, és tele lesznek a krétai jászok. Veterán krétai jászok amúgy, már tényleg majdnem a kezdetektől velünk vannak. Mikor megindítottam kb. Az első vagy második seregemet észak felé a barbárok ellen. Már azóta az oldalomon harcolnak. És méghozzá jól is. Jól nyomták a harcokat. Mindig ott voltak a toppon. Legyen egy körváltás. Na ezek mit akarnak? Na ne bazd. Average defeat. Mázli, hogy nem volt rajta csapat. Karalisz egy kicsit lázong. Ma majd elmúlik. Építsünk falat. Avruticum nem még tud építeni semmit. Olbiában nagy templomot, Lemonumban szintén egy templomot. Wow, 10% közrendet adott. Úgy egyből, már csak mert azért, mert fel akarom építeni, miután megépül, még többet ad. Az király dolog, az tetszik. Jó, és mehetünk tovább a sereggel. Panormus 6 kör és kitámad. Húzzál anyád! What?! What?! Hogy veszíthettünk? Cordoba 2 kör, Castulo szintén. Condate Redonum. Elfoglallak. Faction leader, faction heir. Király. Hány település kell? Hát még kell 4. Na szóval, hogy lesz ez akkor? Berakunk 2-t először. És
egyesítjük ezekkel. Aztán ezt egybe. És így. És így van 6 csapat íjászom. Majdnem fullos, mint egyik. Király. Na de azt hiszem zárom a videót. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!